Több mint 730 ezeren igényelték eddig az új generációs nyugdíjas kártyákat, amelyek október 1-től számos kedvezményt biztosítanak azoknak a felhasználóknak, akik rendelkeznek majd vele. Többek között 400 vállalat, illetve kiskereskedelmi lánc kötött eddig szerződést a köztársasági rokkant és nyugdíjbiztosítási alappal, köztük 180 gyógyszertár is, ahol akár 30%-os kedvezményben is részesülhetnek majd a nyugdíjasok. Az idős polgárok egyébként majd mobiltelefonjaikra SMS formájában kapnak üzenetet arról, hogy hol és mikor vehetik fel az elkészült új generációs nyugdíjas kártyákat. A nyugdíjas kártyák igénylése március 15-én indult, és most is tart. A ludasi helyi közösségben segítséget nyújtanak a kártyák igénylésében. Ott jártunk, akkor éppen Borsos Anica adatait vették fel. A nyugdíjas hölgy is szeretné megkapni az új generációs kártyát. Az igényletem azért, hogy hát ha valahogy kedvezmény legyen, vagy a gyógyszertárba mondjuk rá vásárolni, bevásárolni, ami kell, meg így. Engi Péter, a ludasi nyugdíjas szervezet elnöke, az elsők között adta be a kérvényt a nyugdíjas kártya igénylésére. Többen itt a faluban akkor átadtuk. Sajnos elmondhatom, hogy mai napig még nem érkezett meg az új kártya, és mi úgy gondoltuk, meg most is úgy gondolom, hogy és javaslom mindenkinek, hogy igényelje ezt a kártyát, mert biztos, hogy több esélyünk lesz majd, hogy kapjunk kis kedvezményt. Nem úgy, mint a régi kártyával, amit csak így most, hogy elé is vegyek, mindjárt itt van a zsebemben, amit kaptunk 10 éve, vagy nem tudom mikor, gondolom ezelőtt már, tehát az elmúlt években, de ezt nem tudtuk sehol felhasználni, és nem is kaptunk semmiféle kedvezményt ezen a címen. Engi Péter teljesen biztos abban, hogy az új generációs kártyával teljesen más lesz a helyzet, és ezzel biztosan kedvezményekhez jutnak majd a nyugdíjasok. Ezzel teljesen egyetért Sutus Erzsébet, a Királyhalmi Nyugdíjas Szervezet elnöke is, aki szintén segít a település idős polgárainak az igénylésben. Mi a kártyákat még elkezdtük áprilisban, tehát március vége április, akkor, amikor megjelent valójában ez, hogy új kártyák fognak lenni, és a tagságot értesítettük először, az 67 személy, de azon fölül, szerintem 100-100-on fölül már, akiknek megcsináltak az igénylést. Miért jelentkeztek általában a nyugdíjasok ezek a kártyákért? Szerintem azért, hogy valami kedvezményt kapjanak, de akkor konkrétan még választ erre nem tudtunk adni. Most már meg lesz, tehát tudjuk értesíteni őket, hogy mely vállalatok, vagy hogy hol kapnak kedvezményt a kártyákra. Az új generációs nyugdíjas kártyák tulajdonosainak átfogó kedvezményt nyújtanak majd az állatkertek és a múzeumok is. Ezen felül azok a nyugdíjasok, akiknek a járandósága nem haladja meg a havi 40 ezer dinárt, minden 500 dináros vásárlást követően pontokat gyűjthetnek, amit ingyen árura vagy szolgáltatásra válthatnak.